Igen. Mai nap is vonalbejárás lesz, most tisztaságértől folytatjuk a 117-eset. Hát 20 perc késéssel, de sikerült fizetve bejönni, szerencsére megvált minket a vonat. Mondjuk 20 perc késés, így is sikerült felszedni, mert a Dália IC késett 20 percet. Viszont már megérte jönni, mert ezt nézzétek, börtönbézé. Nagyon régen utaztam már börtönbézébe, és tehát a videó még nincs is róla, úgyhogy majd most lesz. Sziasztok, újra itt vagyunk, vonalbejárás, folytatjuk Tiszasegélytől. Szerintem itt ennél az átjárónál hagytuk abba a múltkor. Látom, és itt tovább az állomásig. Innen már nincs messze. És itt már a tábla is jelzi, hogy ott van. Úgyhogy itt simán tovább lehet menni a Sinekon, és akkor Tiszasegély állomás. Aztán onnan mehetünk tovább Polgárig. Többiekkel majd itt fogok találkozni az állomáson. Csak ugye rossz busz megállóba szálltam le, és egyen hamarabb, mint kellett volna, mert itt is megáll a busz valahol az állomás mellett, de ott már látszik a háttérbe. Az már a vasút. Ja, és itt a vasútállomás, váltókörzet. Kiszögelt váltó. És hát egy háromvágányos állomás volt, innen már látszik. Úgyhogy menjünk csak tovább. Ja, a vizes talpa csúszik. És ott már előttünk a vasútállomás, hát eléggé ledobbant állapotban, majd mindjárt közelebb érek, megnézem, hogy milyen állapotban van. Meg hogy azért belülről, hogy néz ki. Na ezt nézzétek, itt van egyik peron, másik peron, csak egy kicsit benőtte a gaz, és ott meg maga az épület. Hátul még látszik a rakodó. Az emeleti részen voltak a szolgálati lakások, hát ott úgy látom, hogy már az ablak is ki van törve. Földszinten azért még OSB lappal be van. És ott annál az ajtónál volt a bejárat az emeleti lakáshoz. Na mindjárt, akkor szemből majd bemutatom, mindjárt megcsinálok képet. És akkor itt az utcafronti része. És valószínűleg azok az ajtók is be vannak zárva, úgyhogy bemenni nem lehet. Na itt van a Tiszasege állomás előjelzője, Polgár felől, másik irányból. És eddig egész jól járható a pálya, de majd megyünk tovább. Ja, közben egyébként Gabi is megérkezett, meg Dávid is. Sziasztok! Ja, Tiszasegén csatlakoztak. Hát megyünk tovább, itt is nyíl egyenes a pálya, és teljesen jól járható. Hát ennyit jelent az, hogy nincs erdei szakasz. Megyünk tovább. Hát majd még cserepes lesz a következő, mint egy 5 km múlva. Eddig a pálya nyílegyenes volt, itt van a mindegy szelvény. Adunk, 96 környékén volt a Tiszacsegei vasútállomás, úgyhogy pont másfél. 95-97. Ja, igen, akkor pont másfél kilométert jöttünk. És továbbra is egy egyenes a pálya, és mellesleg a közút mellett vagyunk, úgyhogy. Itt egyszerű, meg erdei szakasz sincsen.
De hát ez még simán kikerülhető, csak persze. Annyi, hogy az első gaz, ami az űrszelvényben van eddig. Mondjuk ez meg egy BZ-nek se lenne akadály. Hát csak összekarcolná a kasznit. De amúgy ezen simán átmenne. Na ezt nézzétek, ott van az András kereszt. Fából. Faoszlopon. Na itt van a párja. És itt meg szintén egy ív itt a közút mentén megy itt is, tehát itt megint ráfordul, viszont is. És besűrítették a talpa. Igen, sűrített a talpa leosztás itt az évekbe. Itt vagyok a 15-ös szelvényben, és lehet, hogy itt volt cserepes megállóhely. Hát nem sok maradt belőle, ha így is volt. Hát ennyi. És itt eljöttünk egy ív mellett, hát ja, igen, hát esik a hó, de hát ez semmi. És itt volt egy emeletes lassújel. A motorvonatnak 40, mozdonynak 20. Hát ennyi maradt belőle. Hogy a vasútállomások.hu a GPS koordináta szerint itt volt cserepes megállóhely, de nyoma az már nincsen. És volt itt egy kitérővágány, mert rakodó is volt, megálló rakodóhely volt, meg egy épület is volt. De hát ebből már nem maradt semmi, 1971-ben megszűnt. Találtuk cserepes. Valószínűleg igen, cserepes. Hát itt volt az épület alapja. Nagyjából ennyi maradt belőle. Vagy volt itt egy akna. Meg ott van egy kis betondarab elég. Hát ennyi, hát annyi maradt az épület alapjából. Na, 154-es szelvény. És ugye az útátjáró jelző meg volt a fénysorompót ellenőrző, viszont a fénysorompó már nincs meg, azt leszerelték. Ennyi. És átjövünk az úton. Ugye, ott volt a fénysorompó. És itt van még a kiszállópontnak a vezetéke is. Sőt, ott is van. Ja. Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, itt van. Átsége. Fénysorompó már nincs meg, de a jelzője megvan. És közben haladunk tovább erre. 158-as szelvény. Itt szintén nyílegyenes a pálya, ameddig a szem ellát. És még számottevők az sincsen rajta. Itt amúgy simán járható. Majd lesz egy kis csatornahíd, annyi, ami műtárgy, semmi más. Na hát akkor haladunk tovább, aztán majd észrevesszük. Ezt nézzétek, meg megérkeztünk kis Margitára. Az esőbe álló még megvan, bár a tető az nincs. Igen, ez a műanyag sárga izét, hullámtetőt, ezt úgy elvitték, mint annak a rendje. Itt van a peron is. És itt hát tovább is a pálya. Hát, nem sok egyenes, ott már lesz egy ív benne. Mi a következő? Új-Szent-Margita lesz a következő, az egy pár kilométer. Az már az állomás, tehát ez csak a megállóha itt a falu szélén. Igen, onnan jöttünk. De még a labirint korlát is megvan. Sőt. Hát ja, és itt megvan. Meg ott viszont van egy rádiótalany. Még. De szerintem csak telefonát játszunk. Meg kicsivel arrébb látunk egy tévétornyot is. Azt nem észlem, hogy milyen antennák vannak rajta. De hát majd később utána nézek ennek is. Na, benézzünk még ide az esőbe állóhoz. És a megállóhely táblája az ide behozták. És itt rozsdásodik. Ez eredetileg ez itt volt kint valahol. Itt. Ott a tartója, itt volt. Hát itt meg valami legelő van itt azért villanypásztól kihúzva. Hát ide szokták kihajtani a teherneket szerintem. Na ezt nézzétek. Itt Új-Szent-Margit a határában vagyunk, és a Napelem Park. Itt a sinek mellett. Hát így is lehet villamosítani egy vonalat. Már csak a felső vezeték kéne, és rákötni a napelemre. Ja. Tápláljon rá. Itt van az Új-Szent-Margitai előjelző. Érvénytelenítve. Hát itt volt egy kis susnyás, de haladunk. Hát itt. Kicsit arrébb mászott az egyik talpa. És megint talpás. Egyébként vegyesen, hol talpás, hol betonaljas. Sinek azok meg 48-54. Már most 34-en sineket itt nem látunk ezen a szakaszon. Viszont vegyesen van, amikor több kilométeres betonaljas szakasz után jön megint egy talpás. És hamarosan az állomáson vagyunk.
Nézzétek, és akkor itt van mindjárt új Szent Margit állomás. Átmegyünk a csatornán, és rögtön ott. Ott már látszanak a váltók, ez is egy háromvágányos volt így első látásra. Nézzétek, háromvágányos állomás. Hát a váltó kibelezve, a súlykörtét valaki elutat, egyébként ki van szögelve. És itt a 21-es, és hát a 210-es szelvény. Itt a vasútállomások fontos, rosszul írtam, mert ugye, nem a 22-es, hanem a 21-esnél van. Hát itt van, ez a 21-es. És akkor menjünk tovább, megnézzük az állomás épületet, meg a vágányokat. Hát igen, itt is az állomás területe van benőve azzal. Nyílt vonal nem. Érdekes, mint hogyha itt nem gondoznák a nyílt vonalon, meg igen. Menjünk tovább. Itt vagyunk a rakodón, és akkor itt volt egy gazdasági vasút, és ennek itt volt a végállomása. Hát lehet, hogy találunk még egy-két kis vasút is itt is valahol. De itt egyébként itt van a rakodó vágány, az egyik, tehát itt lehetett rakodni. Súdigosségban, akkor megvan még a térvilágító is. Bár ugye szerintem egyik lámpa sem működik már. Kizárt dolog, hogy működjen. Tudja, hogy kicsúzlizták már az összeset. És ott távolabb ott van a felvételi épület. Itt van új Szent Margita, felvételi épület. Tyúk, nem kakas. Nézzük meg közelebből, hát eléggé be van deszkázva. Egy irányból. Meg itt a villanybekötés. Meg... És ott van a villanyóra a falon. Ez lehetett a váróterem. Aha, itt van a jegypénztár. De be van zárva. Ah, ott volt a pénztár, meg a forgalmi iroda. Itt van egy luk, és ott a villanyóra, de hát nem forog, tehát itt fogyasztás nincsen, tehát itt biztosan lakik senki. Megnézzétek, itt van a peron. Ennyire látszik, ez is benőtt a gaz. Ott egy pad, aminek a fa része elveszett. És itt fel lehet mondani, mindegy, az utcafrontot azért nézzük még meg, ha már eddig eljöttünk. Korlátot lopták el, de légy meg. Itt viszont be lehet menni. A födémet nézzétek meg. Hát ide éppen be lehetne mászni, de már a fal is repedezik, úgyhogy szerintem én ezt most kihagyom, úgyhogy ide látom, hogy nincs ott semmi. Én szerintem ez szolgálati lakás volt, ott volt szemben a fürdőszoba, itt és itt a szoba. Meg talán ott volt egy belső szoba, vagy egy fürdőszoba. Nem, az volt a WC, ott egy WC tartály. Ma itt a padlás feljáró. Van fent valami érdekes? Nincsen, de be van szakadva, ez életre. Megnézem azért, benézek. A vason még föl lehet menni. Ja, meg ott is van egy ilyen nyitott ajtó, ha jól látom. Én még, ha megnézzük az utcafrontot, akkor azt így megnézzük. Be van szakadva több helyen, meg ez bázik, rendszer. Jó, nyilván, hát erre nem megyünk rá. Nem, erre nem szabad. Látod, hát már gazdosodik. Beszakadt a födém, itt már növények vannak. Ennek annyi? Persze, ja, meg ott hiányoznak a cserepek, tehát az előbb-utóbb ez tönkre fog menni. Hát figyelj, már így van 10 éve, úgyhogy... Hát csak ugye esik az eső, egyre jobban beázik, egyre jobban átletvesedik a födém, utána a falak is vizesednek, utána ez már menthetetlen lesz. Hát ugye időkérdés a pár év. A vaskorlátot is ellopta már valaki, akkor most lemászunk óvatosan. Itt viszont be lehet menni, viszont itt már eltüntették még a villanyvezetékeket is. Itt még megvan. Na itt viszont be lehet jönni, na nézzük csak. Aha, és itt szakadt be a födém, ez volt a fürdőszoba. Óvatosan. Jó, hát a földszint nem fog beszakadni, csak a födém szakad. Ja, és ez is egy szoba volt. Igen, nézzétek meg a födémet, hogy milyen jó állapotban van, főleg ott már púposodik. Hát ennyi. Itt csak még egy szoba van, de nincs itt semmi, úgyhogy én visszamászok. És egy ennyi. Hát esetleg még ide benézhetünk, de sok értelme nincs. Itt is csak egy WC volt. Szerintem. Meg itt már a falak is repedeznek. Úgyhogy akkor ennyi. Meg hogy fénykijárati jelzőt, azt ide megcsinálták. Tehát akkor a másik oldalt alakjelző volt ide. Tettek fényjelzőt, de már nem működik. És a másik oldalt is ott van a bejárati jelző, az fényjelző.
másik oldalt, meg ott pusztakós fele, meg alakjelző, a kijelzati, meg a bejárat is. De ezt nézzétek, milyen szép lila víz van itt. Olyan, mint a bord lenne. És nézzétek, hogy nyíl egyenesen megy a pálya, folyás fele, az lesz majd a következő megálló. Na, ezt nézzétek, itt van egy átjáró, itt a közút az nyert, mert vastagon ráholták a sodatot a laktodok, itt ilyen nagyon más nem jár. Tovább egyenesen, és most folyásig, ilyen megnéztem Petek a videóját, hogy ilyen nyílegyenes lesz végig. Viszont ismét visszatért a betonaljas felépítmény, ezen meg könnyebb sétálni, úgyhogy remélhetően minél tovább így marad. Tehát haladunk. De valószínűleg folyás után nem fogunk tudni tovább menni, mert ott fog ránk keseredni, de hát majd meglátjuk. Végül is még folyás állomáson tudunk tovább menni, hogyha még világos van, mert buszmegálló több is van a sírek mentén, ahol át tudunk szállni a buszra, polgárfele. Három, tehát most valameddig tovább megyünk, aztán majd jutunk, ameddig jutunk. De valószínűleg a polgárig már nem lesz meg. Ma már mindjárt 3:04 el kell sötétedni, onnestől kezdve meg már nem érdemes tovább jönni. De hát azért haladunk. Így is már 14 kilométert jöttünk. Na most vagyunk valahol a 260-as szelvény környékén, és előttünk, folyás, de mintha valami lenne a sineken ott a távolban, nem? Na, egyre sötétebb van, de azért haladunk, és itt van az Altuditu. 271 szelvényben a fénysorompó, ha még megvan. De már folyás határában lehetünk. Arrafele van azért a tó, ahol az Ikarus találkozó szokott lenni. Na igen, az útátjárót felújították, a fénysorompót leszerelték. És ott van a kőben. Ja, igen, az itt valaki dolgozott. Találtunk már egyébként egy kőműves optimált is eldobva. Hát igen, és akkor itt lesz majd folyás. Egyébként ott egy három... Ott van a gazdag, igen. Ott van egyébként egy háromvágányos állomás volt valaha. De most már csak megállóhely, és ez már nagyon régen az már, amikor a vonat még járt, akkor is már csak megállóhelyként üzemelt. Ugye egy Peteg Abis aztán 2007-es felvétele van. És már akkor is megálló hely volt. Haladunk tovább lassan. Megérkezünk a gazba, ahol a megálló hely van. Plusz még itt van a térvilágítás, a régi. Hogy itt van a vágány, és itt volt a rakodóvágány, meg szerintem itt is volt még egy. Ugye a váltónak csak a hűlt helyét találtuk, de a rakodóvágányhoz ezért meg a távvidópózak is itt vannak, a térvilágítás is megvan, csak már kell sötétedni. De itt azért még a kamera valamit lát. Ugye még pont jókor értünk ide. Ugye épület már nincsen, csak esőbe álló, vagy már lehet, hogy az se. 2007-ben bontották el. Igen, és viszont itt is azért vonóvezeték tartó akna, meg ilyesmi itt van. De akkor itt ki tudunk menni itt mellé, és itt a volt rakodó helyén meg tovább tudunk haladni. De ez már folyás. Tehát itt volt a rakodó, és igen, és itt volt az állomás épület, aminek már csak a hűlt helye van meg. Ugye 2009-ben lebontották. És akkor még járt a vonat. Tehát 2007-es felvételem, ugye most megnéztem Petek Abi felvételét, azon még rajta van. De itt volt, igen. Hát itt a távvidó pózolnak, és itt ott van a kapcsoló szekrény, tehát itt volt egy leágazás a távközlő kábelből. De itt lehetett. Hát ennyi. A vágány meg ott van, valahol a gazba. Hát már nem talált semmi. Hát itt az alap, igen, itt volt az alapja az épületnek, és ennyi. Hát ennek már nem találjuk. És akkor megérkeztünk folyásra, itt vagyunk a buszmegállóba. 20 perc múlva indul a busz, amivel tudunk menni polgára. És kék óra van már, látjátok. Már a kamera alig lát. Hát, na, integetetek, de úgy se lát semmit a kamera, úgyhogy mindegy, engem se fog látni. De ennyi, hát innen most megvárjuk a buszt, azzal elmegyünk polgárig, aztán utána másnap reggel meg irányhaza. Úgyhogy ennyi volt, 20 kilométeres vonalbejárás volt, és megnéztem az a GPS adatokat. Ez így ennyi lett volna, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok, majd találkozom a következő vonalbejárásnál, ami még nem tudom, hogy hol lesz, de majd lesz. The next day. Sziasztok, és akkor itt vagyunk polgáron, most második etap, innen megyünk folyásig, ahol tegnap abba hagytuk. Itt van az állomás épület. Hát OSB lappal ez is be van. Az emeleti szolgálati lakás viszont az úgy látom, hogy nem. Ja. Viszont megvannak az ablakok, itt azért valami vigyáznak rá. Ott van a melléképület, meg a rakodó. És ha mindjárt a vágányok felől is megnézzük. Ez? Az az épület is, igen. Ja.
Ja, az pihenő. Ja, volt. Pihenő volt, igen, ott a... Ő meg ott a melléképet, abban volt a WC valószínűleg. Az még működik? A potyantós budi működik, persze, abban nincs, ami áramoljon. Maximum megtelik és bődülés lesz a tetején. Ezt nézzétek, itt van a vágányok felőli része, viszont ez itt van, de be lehet menni. Ez volt a váróterem, ha minden igaz, nem? Nézd meg. Volt az a malmonkanna. Ja, itt volt a pénztár. Jó, de reggel folyásig kérnék egy 50%-os jegyet. Egy 50%-os csekk folyás. De tényleg, igen, ez volt a pénztár. És akkor nézzünk be ide is. Ez már lehet, hogy a szolgálati lakás része volt, vagy a forgalmi iroda. Nem, itt van egy szoba. Idesre. Csiholok némi fényt is mindjárt, hát ha többet látunk. Hát ennyi. Kis szoba. Itt már nagyon nem látom, ott a zuhanyzó WC, hát ez igen, ez ilyen szolgálati helyiség lehetett. Viszont nem itt lehet fölmenni az emeletre, ahol a szolgálati lakások voltak, úgyhogy az most kimarad. Arra fele van tiszalők, de mi most a másik irányba fogunk menni folyás fele. És egyébként itt van két bízbel szekrény, tehát valószínűleg fénysorompókat kezeltek innen, de mind a kettő esel. Igen, most kb. Fél úton vagyunk, mert egyébként 1891 környékén eddig építették ki, és innen egy másik társaság építettek ki tiszalőkig. És itt emiatt a szervényszám is változik. De itt valahol nullázódik a szervényszám, és úgy folytatódik tovább. Ja, majd Tiszalök felé. És ott még van egy őrhely is. Arrafele, majd úgyis arrafele megyünk, azt meg fogjuk nézni. Hát itt látjátok, a két peron is megvan. Itt pedig egy Bisbel kábel. Ja. Hát ugye már ezt is innen eltüntetek, nem tudom mi volt itt, de szerintem lehet, hogy a fényjelzőnek volt a kábele. Elképzelhető. Ott még van egy térvilágítás, itt a rakodóvágányon, de ennyi. Kijöttünk ide a váltó körzet végére, és errefele tovább itt a Tiszalök fele. És itt van az egyik szervénykönyv, szerintem itt volt a váltás, hogy ez a nullás, meg a korábbi szervénykönyv. De ugye valószínűleg innen épült tovább, és itt van még az élő állatlakodó is. És ugye a három vágányos állomás, az itt is látszik. És onnan később kiágazik még egy vágány, mert ott volt a közösöknek egy ilyen mozdony színjük. Épület. Ez is PFT volt, ugye PFT mérlegház. Annak idején ennyi, tehát... Ja. Hát ez volt a mérlegház, ez így megvan, és lehet, hogy még a mérleg is van benne, nézzünk be. Hát nem, ezt, hát úgy látom, hogy nem, ezt már kifosztották rendesen. Igen. Hát már fák nőnek itt az egykori mérleg helyén. Itt a bejárati jelzője polgárnak. Haladunk itt volt egy év, és akkor haladunk tovább folyásig. Na szerintem itt lesz majd egyenes. Majdnem egészen folyásig, de majd meglátjuk. Van benne év minimális, ja. De... Ja, de egyébként majdnem nyíregyenesen megyünk folyásig. Igen. Után volt addig a pár kilométerig. Na és elhagytuk a tehenészetet. Itt van egy biztosítatlan átjáró. Ott arra pedig már az autópálya felüljárója. Meg ott az a torony, ahol a gyorsulásokat szokták az ikarus találkozóknál rendezni. Hát ott meg egy rádió torony, ott aztán van minden. És erre jöttünk, itt vagyunk már lassan Polgár külterületén, mert mögöttünk pedig az M3-as autópálya. És az autópálya alatt megy át a vasút. Úgyhogy amikor épült az autópálya, akkor itt ezen a szakaszon építettek egy új pályát. Ja, hát igen, mert beletettek egy ilyen védősint, hogy a siklik akkor ne vigye ki a pilléreket. A szokás egyébként hidaknál, meg felüljárók alatt is. És ezt nézzétek, itt van egy jelző, amilyen fénysorompónak rakták ide, és ez működik. Ez hat vagyás. Hát igen, itt ez a polgári ipari park. Meg ott a régi gabonatodony. Ott gyorsultak az ikaruszok ott a két évvel ezelőtti busztalálkozón. Nézzétek, egy teljesen új fénysorompó a pályán, ezt amikor az ipari park ide kiépült, akkor rakadták ide, és ez viszont működik. Vannak az út, és itt bizony működik a fénysorompó.
itt az iparvágány, sokkal jobb állapotban van az iparvágány, mint maga a vonalamból kicsatlakozik. Nem semmi. És ezt tényleg ezt 10 éve nem használták, csak megcsinálták ide? Csak megcsinálták, nem használják. Ez érdekes. Ha megcsináltad, nem használja. Semmi. És igen, Polgár Industrial Park, jó ott van a végig a vonatodony. Elemes betonálja végig. Ez sokkal jobb állapotban van, mint a vonal, amiből kiágazik, ez a legjobb. Ja, de figyeljétek meg, hogy ez nem 48. Nem, ha 34-es az ennél sokkal vékonyabb. Ez 42-es, hogyha nem... Hát vagy 54-es, nem? Lehet, hogy vagy vastagabb is. 54-es? Ez 54-es. Valahol van felirat? A felirat, hogy ez bizony 54-es, igen. Diósgyőr 1986. Na. Tehát sokkal jobb a izét. A 117-es vonal az meg 48-as sinekből van itt ezen a környéken, úgyhogy... Az iparvágát meg újraépítették, akkor fővonali 54-es sideket kapott. Itt a jelzőnek a párja, és bizony az is működik. És itt lesz, hagyjuk el az ipari parkot, egyébként ide vezetnek be a vágányok. Csak ez már magánterület, ide már nem tudunk bemenni. Ezt nézzétek, itt van a fénysodompónak még az előjelzője is. És ledes, és mutatja a sárgát, hogy a főjelző megálljelzés várható. És arrafele megyünk tovább egyenesen. Látszik, egy alaptörés nincs a pályába, tehát lehet, hogy folyásig ilyen nyíl egyenesen fogunk menni. Na, itt vagyunk a 306-os szervényben, egy biztosítatlan utátjárónál, betonaljakkal kirakva. De ez egészen Polgártól jövünk a nyíl egyenes pályán, és maximum 2 kilométer, és már ott vagyunk folyáson. Egyenesen jöttünk idáig nyíl egyenesen, és itt van egy átterez, de ez már folyások a külterületén van. Yes, most hadd állj. Hát ott van egy ív, de az már a megállóhely fele megy. Ami régen állomás volt, és valahol itt volt az előjelzője is. De hát azt már úgyse találjuk meg, viszont ez már itt folyásnak a széle. Ja, már hallottad. Hát egy pár száz méter, aztán már ott vagyunk az állomáson. Akkor szakadtakat lehet hallani. Itt vagyunk folyás állomás előtt, itt van a fénysodompót ellenőrző jelző. És kb. Ott, ahol a dzsumbú elkezdődik, ott van az állomás. Hát ami már megálló hely, de egykor állomás volt egyébként, itt a környék. És erről jöttünk. Nyíl egyenes volt a pálya egészen Polgártól, tehát alig egy-két ív volt benne. Az ipari park után gyakorlatilag full egyenes volt. Meg itt volt egy ív még azért folyás előtt, és ennyi. De egyébként kb. 200-300 méter, és ott vagyunk az egykori állomás helyén. Tovább. Hát lehet, a vasútvonal történetéről még annyit lehet elmondani, mert túl sok érdekesség nincs, 1891-ben kezdték el építeni. Azt hiszem, akkor is adták át, először csak Polgárig épült meg, aztán egy másik hét társaság, pedig Polgártól kiértett a Fiszalökig, a szintén már meglévő vonalhoz csatlakozva. Egyébként ennyi, és ugye Polgártól a szervenyezés is újraindul. Ja. De egyébként ennyi, és hát ugye vegyesen vannak a sinek. Hát, Talfa és a betonai is, meg az elején még vannak célsínek, de az csak tisztasegély után már nem volt a célsínek, után van 42-es, 48-as, meg a polgár könyekén még 54-esek is vannak. Hát így vegyesen. Hát meg így, itt például azért, és így vegyesen, de több kilométer hosszan betonaljas pálya, utána megint talfás, aztán megint betonaljas, így vegyesen váltogatják egymást, de ilyen rendszertelenül. De most ez van, és ott van még egy régi távíró pózna, ugye a vezetékben is, meg a távíró szopok se, de az egyik pózna megmaradt, ez még a régi. Ja, 19... Ott egy, ami megmaradt. A folyás állomás, ott van. Igen. Ott van ugye a régi. Ott, hát igen, ott ahol azért póznák vannak ott a világításnak, meg ott volt az a templomdom is, ami mellett tegnap eljöttünk. Hát igazából ez már folyás. Hát kicsit közelebb megyünk meg és mutatjuk. És látjátok, hogy... Ez már maga a folyás magának, és itt egy biztonsági határjelző, ennyi maradt meg, mert már itt volt az első vágány. És ott szerintem a váltó az valahol ott lehetett, ahol a távolban a betonalja szakasz kezdődik, és itt. És itt jöhetett, igen, és itt volt az első vágány, és itt a boklok mögött volt az épület. Addig vezetett be a közút is. Itt volt nagyjából a állomás épületet. Hát ott egyen arrébb a másik póznánál szerintem, nem vagy itt, ennél? Nagyjából idáig ért, egy hosszú épület. Igen, tehát az ahogy a videóban is látszik. Ott ennyi volt, és... Ja, és itt van egy ilyen vadcsapás, ahol be lehet menni a faluba. Ja, ezt nem láttuk este, vagy hát erre nem akartunk este jönni inkább. Már
járda, itt van, van betonjárda, egy betonlakos járda. Itt? Meg kell keresni. Ja, csak már belőtte a gaz. Ott, ja. Van a villanyoszlop, ott megy ja. Mellette. Aha. Mellette az évig. Tehát akkor itt elvileg be lehetne sétálni a faluba. Hát be lehetne, mert mindjárt. És akkor itt vagyunk, nagyjából itt volt a megállóhely, itt volt az épülete, és akkor itt volt régen egy betonjárda, ami bevezetett a faluba. Ez a legközelebbi, ez amit tegnap este ugye nem vállaltunk be, hogy megkeressük, mert teljesen sötét volt, hát most már. Megvan. Itt megvannak a nyomai, na Dávid mondja, hogy meg is találta. De itt a villanypóznál követik az útvonalát, az még logikusnak tűnt akkor is, és itt van a járda. Csak már csöppet benőtte a gaz. De hát itt van. Van itt egy posolya is, de nem túl mély, de itt van. Itt még amúgy megvan a beton, csak nem nagyon látszik a gaztól, de itt van. Tehát itt azért kiépítették a megállóhelyig, mert egyébként nincs az helyen, mert itt van a falu, az első házai. Csak kiépítették ide ezt a betonjárdát, plusz itt még szerintem közvilágítás is volt régen. Ugye látszik, lámpák nincsenek a póznákon, de szerintem régen volt, csak leszerelték. Igen, tehát azért, tehát, hogy ki is volt világítva, akkor itt simán lehetett használni a faluból is. Ugye a legrövidebb úton kijutni a megállóhelyig. Hát itt haladunk tovább, akkor itt vagyunk. Érdek, körforgalom, itt azért a folyásnak a szélén. Itt azért a kokosma, ami boltként is funkcionál, hát most csak boltként elvitelre. Nem semmi. De tényleg az uniós támogatást kaptak egy körforgalomra, és ezt építették ide. Ja, tényleg. Itt ott van szemben a busz megálló, ahonnan majd megy a busz vissza egyekre, aztán onnantól hazamenni. De hát mindjárt is megyünk oda. És akkor itt van a busz megálló, a folyás Bolyai utca. És itt ért véget a túra, tehát a 117-es vasútvonal most már félig be van járva. Mondani, ohat pusztakóstól polgárig megvagyunk. Úgyhogy legközelebb majd polgártól tudjuk folytatni. Esetleg úgy, hogy meg majd megint nálad a haszok, aztán majd onnan valahogy majd megyünk. Akár Tiszalökig majd, nem tudom, a legközelebbi kor, de szerintem idén már nem, majd csak jövőre folytatjuk. De a fele így megvan. Akkor most már ennyi, hát arról fog jönni a busz, mint egy 20 perc múlva. Azzal vissza kell menni egyekre, egyekről pedig Füzesebolyba, onnan pedig az Intercity-vel keletig.